Víz és Szent Szellem, keresztség. Picit szeretném, ha körbe járnánk a keresztel szót, bár akik most legutóbb voltatok vízkeresztségen, ezt picit taglaltuk. Fontos tudni, hogy a Károli Gáspár testvérünk, amikor fordította, akkor szervusztok, foglaltak helyet. Akkor egy picit a fordítást mellé fordította. Az eredeti szövegben, amit az apostolok használtak, és az új szövetségi írások alkalmaznak, egy baptizó nevű szó van leírva. És ennek a szónak egy nagyon egyszerű jelentése van, annyit tesz, hogy valamit valamibe belemeríteni, vagy valamit valamibe belemártani. És ezt a szót használták mindig az új szövetségben a keresztségek leírására, és néhány esetben még, és meg fogjuk nézni, most kettő vagy három igét mutatok, ami az új szövetségben egyértelműen mutatja azt, hogy ezt a szót milyen szövegkörnyezetben is valóban arra értették, hogy valamit valamibe belemártani. Az első ige a Lukács 16.24-ben található. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötörtetem a lángban. Itt egy bűnösnek a kiáltása van, és kéri azt, hogy segítsenek rajta, jöjjön el, Istennek egy szolgálja, és ő itt egyértelműen azt fogalmazza meg, hogy mártsa bele a kezét a vízbe, és ezzel a vízzel menjen és segítsen neki. Egy másik ige hely, a János 13.26-ban, amit még megnézünk. Akinek én bemártott falatot adok, és bemártván a falatot Adám, Adá is került és Júdásnak, a Simon fiának. Ismerik a történetet, az utolsó vacsoránál vagyunk, és Jézus Krisztus ezzel jelölt, hogy ki az, aki elárulja, és itt egyértelműen fogalmaz Jézus Krisztus, vagy itt a fordítás, hogy egy olyan szót használunk, amikor valamit bemártunk. A kenyeret Jézus bemártotta, és azt adta oda. És igazából ezt a szót kellene használni folyamatosan a keresztségnek a leírására, de Károli Gáspár valamiért nem ezt használta, hanem azt, hogy keresztel. De fontos tudni, hogy amikor keresztségről van szó Istennek a beszédében, akkor bemerítésről, alámártásról beszélünk. Szeretnék néhány szót ejteni arról, amilyen keresztségeket megemlít Istennek a beszéde. Az első a János keresztsége, keresztelő János keresztsége, Márk 1.4. Előállt János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét, a bűnöknek bocsánatára. Jánosnak volt egy nagyon-nagyon jó szolgálata, ő hívta az embereket megtérésre, és ez volt a fő jellemzője a szolgálatának, hogy erőteljes megtérést kért, erőteljes megtérésre hívta az embereket, és várta azt, hogy legyen az életükben egy helyreállás, de erről még néhány gondolatban majd fogunk beszélni. Lukács 12.50-ben említenek egy keresztséget, amit szenvedés keresztségnek is szoktak nevezni, vagy hívni. Itt Jézus Krisztus utal arra, hogy neki van egy keresztség, és van majd egy munka, amit el kell végezni, és azt olvassuk, hogy de keresztséggel kell nekem megkeresztelkednem, és mely igen szorongattatom, míg len az elvégeztetik. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztusnak egy nagyon-nagyon nehéz munkát kellett elvégezni, egy nagyon nehéz úton kellett végigmennie, és ő azt mondta, hogy ez egy keresztség az ő számára, egy súlyos teher, amitől azt mondja, igen, szorongat engem ez az érzés, szorongat engem ennek a súlya, de mégis ezt föl kell vállalja, meg kell tegye. Isten könyörű rajtunk, mert ezt a keresztelési módot itt a gyülekezetbe azért nem kell alkalmazzuk. Isten talán megenged bizonyos élethelyzeteket, amikor nekünk is terheket kell hordozni, vagy nehézségünk kell átmenni, de azért ezt olyan erősen nem kéri tőlünk Istennek a jelenléte. A harmadik a vízkeresztség, vagy hívhatjuk esetleg új szövetségi keresztségnek, hogy ne keverjük össze a Jánoséval. Máté 28.19-ben azt olvassuk, hogy elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében. Jézus Krisztus kérte a tanítványokat és adta ki feladatba, hogy ezt a keresztelési formát használjuk, alkalmazzuk és alkalmaz és cselekedje az ő egyháza. És amiben már itt is talán látható a különbség,
hogy a János keresztségéről azt olvassuk, hogy a megtérés, a bűnökből való szabadulás, illetve ennél az igeversnél pedig azt látjuk, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy az a keresztséget, amit ő kér, az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében kell gyakorolni. Ez is tartalmazza a megtérést, ebben is benne van a bűnökből való szabadulás, helyreállás, de határozottan jelzi Jézus, hogy ezt az ő nevében, az Atya nevében és a Szent Szellemnek a nevében kell elvégezni. Isten áldjon meg! A negyedik dolog, amit megemlítek, a Szent Szellem keresztség, apostolok cselekedete 1:5, hogy János ugyan vízzel keresztel, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Ezt a bátorítást Jézus adta a tanítványoknak, hogy ne aggódjatok, mert egy nagyon-nagyon jó dolog jön az életetekre. Az Isten szellemével fogtok találkozni, Isten szelleme fog benneteket betölteni, mert ez egy mennyei terv. És ez nem csak az apostolok életére volt igaz, hanem igaz azóta minden újszövetségi keresztény életére, hogy Isten ki akarja árasztani az is szellemét minden emberre, és fogunk erről is majd néhány szóban még beszélgetni. Kérdésetek esetleg van-e? Miben különbözik a János keresztsége az újszövetségi keresztségtől, attól a vízkeresztségtől, amin van itt olyan, aki még nem keresztelkedett meg víztől? Mindenki. Halleluja. Amin mi is átmentünk és amin részesültünk. Apostolok cselekedetei 19:1-5. De ön pedig azokban, vagy azon közben, míg Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárta a felső tartományokat, Efézusba érkezett, és amikor némely tanítványokra talált, azt mondta nekik, vajon vettetek-e Szent Szellemet, minek utána hívőké lettetek? Azok pedig azt mondták neki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy vagyon-e Szent Szellem. És azt mondta nékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondták a János keresztségére. Mondta pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt, azok mondták a népnek, hogy aki ő utána jövendő, abban higgyenek, tudnélik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak a nevére. Ebben az igeversben egyértelműen látszik az, hogy másképpen gondolkoztak az apostolok, és másképpen gondolkozott János. Mert azt mondja Péter vagy Pál apostol, amikor körbejárta ezeket a területeket, ahol már az evangelizációk megtörténtek, ahol hirdették már az Istennek a beszédét, és ment újból tanítani, ment újból építeni, akkor találkozott itt egy csoporttal, és ők annyit mondtak, hogy ők tanítványok, és arra számított, hogy ők valóban keresztény tanítványok, és föltett egy egyszerű kérdést, hogy amennyiben Krisztus tanítványai vagytok, akkor vettetek-e már Szent Szellemet? És neki ez volt egy erőteljes mérő zsinór, szárdusz Isten áldja meg, hogy mint tanítvány be van-e telve Szent Szellemmel. És ők elmondták, hogy nem, azt sem tudjuk, hogy miről van szó. És Pál megérti, hogy itt csak a János keresztségig jutottak el az emberek, megértett azt, hogy eljöttek Jánoshoz, megtértek a bűneiből, igyekeztek helyreállni, megtették azokat a feltételeket, amiket János kért tőlük, de ő tudta azt, hogy ettől tovább kell menni, mert Jézus Krisztus többet kért. És kérte azt, hogy lépjenek tovább, és elkezdte ezeket az embereket tanítani, elkezdte nekik hirdetni az evangéliumot, elkezdte nekik hirdetni Jézus Krisztust, Jézus Krisztus igazságát, azokat a törvényszerűségeket, amiket Jézus kért az ő népétől, és azt látjuk itt a történetnek a végén, hogy miután ezek az emberek megértették és hitet nyertek, akkor megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevére. És gondolom, hogy akkor megkeresztelkedtek nem csak Jézusére, hanem az Atyáira és a Szent Szellem nevére, mert hogy Páltól ezt kérték, hogy ezt kell gyakorolni. A János keresztségéről fontos tudnunk, ha elolvassátok majd az igét, a Márk 1:3-5-ben van leírva, hogy János hol és hogyan keresztelt. Nagyon fontos tudni, hogy ő valóban a megtérésre hívta az embereket. Ő tisztában volt azzal, hogy Isten egy tökéletes, szent atya, aki szereti az ő népét, de látta azt, hogy az ő népében milyen elfordulások, milyen elhajlások vannak az Isten beszédétől. És ő úgy kereste őket, hogy emberek, álljatok helyre, emberek, gyertek az Istenhez, mert Isten akar veletek közösséget építeni, Isten akar veletek közösséget gyakorolni, de ahhoz, hogy ez működjön, nektek meg kell tartani a törvényt. Helyre kell állnotok, be kell épülnötök.
És mit kér tőlük? Vizsgáljátok meg az életeteket, és térjetek meg. Hagyjátok el a ti bűneiteket, rendezzétek az Istennel a kapcsolatokat, ismeritek a törvényt, ismeritek az írásokat, és kezdjetek el ebben élni, kezdjetek el ebben járni. János erőteljesen hirdette az emberek felé, az emberek számára megtérést, és ezt kérte tőlük, hogy térjetek meg. Ezen felül kérte, hogy valljátok meg a ti bűneiteket. Ismerjük az írások, vagy az igehelyet, hogy amikor hozzámentek ki az emberek a Jordánba, akkor a bűneikről vallást tettek. És azt mondták, hogy János, én azzal végeztem, hogy az volt az én problémám, hogy ezt is ezt tettem, de ebből és ebből én megtértem. És Jánosnak nem mindig volt elég, hogy odament valaki és elmondta, hogy akkor figyelj János, én ezt a feladatot megtettem, megtértem, kipipáltam, hanem ő kérte azt, hogy legyen látható bizonyítéka, legyen gyümölcse. Amikor keresték őt, Máté 3:7-8-ban olvashatjuk a történetet, amikor kimennek hozzá a saduceusok, kimennek hozzá a farizeusok, és ők is akarnak Jánoson keresztül egy áldásba részesülni, akkor János megkérdezi tőlük, hogy ugyan ki az, aki megintett benneteket? Ki az, aki elmondta nektek a hibáitokat? Ki az, aki elkezdett benneteket építeni, és amúgy ezen felül van-e valami gyümölcsötök, ami azt mutatja, hogy ti helyreálltatok, és elkezdtetek Isten szerint élni. És azt kéri tőlük, hogy teremjetek gyümölcsöt, és ha van gyümölcsötök, akkor majd jártek vissza hozzám, és nyertek vízkerességet. János erősen kérte azt, hogy legyen vízkeresztség, vagy legyen megtérés, és ennek legyen látható nyoma. De mivel ezek a törvény időszakában játszódott, és mivel a törvény idején kérte, emberi cselekedetekre alapította, nagyon sok ember átélte azt, hogy ő tudta rendezni a kapcsolatát Istennel. Nagyon sok ember eljutott oda, hogy valamilyen szinten helyre tudott állni Istennek a beszédében, de mivel maga Isten beszéde beszél arról, hogy a törvényt nem tudták az emberek megtartani, ez csak ideig óráig tartott. Volt egy nagyszerű kezdet, volt egy elindulás, és amíg tudtak az emberek energiát, erőt beletenni ebbe a keresztségbe, addig tudtak a János útján haladni. És Jézus Krisztus kért ettől többet. Mert amikor Jézus Krisztus adott nekünk egy vízkeresztséget, és amit Jézus Krisztus indított, ő azt mondta, hogy túl megyünk azon, hogy emberi erővel kelljen nektek megtartani az én törvényeimet. Hogy emberi erővel kelljen megtartani nektek az én parancsolataimat. És azt mondja, hogy amikor vízkeresztséget vesztek az Atyának a nevében, a Fiúnak az én nevemben és a Szent Szellemnek a nevében, akkor nem a ti képességeitekre fogunk alapozni, hanem a mennyei képességek fognak mellétek állni. És Istennel fogtok közösségben lenni, ő állít benneteket helyre, ő épít fel benneteket, és ő fog vezetni benneteket a keresztségnek az útján. És itt nem tudunk igazából erőt kivenni a keresztségben, hogy nekünk kapcsolatunk van Jézussal, kapcsolatunk van az Atyával, és kapcsolatunk van a Szent Szellemmel. És nem csak szavakat, és nem csak írásokat kell megtartanunk, hanem kapcsolódunk valakihez, kapcsolódunk valamihez. Máté 3:13-17-ben a következőt olvassuk Jézus keresztségéről, akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartotta őt, azt mondván, nekem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén azt mondta néki, engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk, akkor engedett neki, és Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, és imé az egek megnyilatkozának neki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és ő rá szállani, és imé egy égi hang ezt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Jézus Krisztus keresztség ez egy csodálatos dolog lehetett, és tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus egy tökéletes emberként élt a Földön. Tudjuk azt, hogy ő nem követett el semmilyen bűnt. Tudjuk azt, hogy neki nem volt szüksége bűnökbe való megtérésre, nem volt szüksége bűnökbe való helyreállásra, fölépülésre. Itt mégis azt olvastjuk, hogy ennek ellenére oda megy egy olyan személyhez, oda megy Jánoshoz, aki a megtérésből, a bűnökből való szabadulásról beszél, ezt hirdeti, és ezt kér az emberektől.
Föltetjük a kérdést, hogy vajon miért? Én azt gondolom, hogy azért, mert Jézus Krisztus egy példát adott nekünk. Egy példát adott azzal, hogy ő annak ellenére, hogy neki nem kellett volna megtenni, hogy neki nem kellett volna átmenni ezen a vízkeresztségen, mégis megteszi. És mit mond itt Jánosnak, amikor ő szól hozzá, hogy hát neked nem kell idejönni, Jézus. Te miért jöttél ide, miért vetted ezt a hosszú utat, vagy miért tetted meg ezt a nagy távolságot, neked nem kellett volna eljönni hozzám. És azt mondja Jézus, mert így illik nekünk minden igazságot betölteni. Fontos dolog az, hogy megértsük azt, hogy Jézus Krisztus mit akar az életünkben. És ha megértjük, akkor tudunk engedelmeskedni, tudunk vele járni, tudunk neki szolgálni. És Jézus mindig megértette, és minden mindig tisztán értette, hogy mi az atyának a terve, mi az atyának az életébe, az ő életében az akarata, és igyekezett folyamatosan ennek élni, igyekezett folyamatosan ebben a munkában járni. És amikor Jézus azt mondja, hogy így illik nekünk minden igazságot betölteni, itt néhány dolgot szeretném, ha megvizsgálnánk. Először is azt mondja, hogy így illik, vagy úgy is mondhatnánk, hogy ilyen módon. Mit látunk ebben az időben Jézusról? Egy felnőtt, ereje teljében levő férfi, és azon felül, hogy neki megvannak azok a megfelelő fizikális képességei, hogy bizonyos dolgokat elvégezzen, érett, mind gondolkozásban, mind viselkedésben. És azt mondja Jézus, hogy így kell nektek is keresztségen keresztül menni. Hogy amikor már felnőttetek egy bizonyos érettségre, és tudtok döntést hozni. Jézus Krisztus itt egyértelműen bebizonyította azt, hogy ez az ő döntése volt. Tudta azt, hogy neki nem kell megtenni, vagy nem lenne fontos megtenni, mégis úgy döntött, hogy elmegy, és véghez viszi, és megteszi, és beleáll a vízkeresztségnek folyamatába. Nagyon fontos, hogy a mi életünkben a döntés mindig a mi kezünkben legyen. Nem dönthet senki helyettünk. Én nem dönthetek helyettetek, hogy jöttök a következő tanításra, vagy nem jöttök a következő tanításra. Én nem dönthettem el, hogy ki az, aki vízkeresztséget vesz, és ki az, aki nem vesz vízkeresztséget, mert az a ti döntésetek. És ez így jó, hogy Isten fölruházott bennünket, és megáldott bennünket ezzel, hogy a döntés a miénk. És azt mondja Jézus, hogy nekünk ezzel élni kell. A másik dolog illik. Nem azt kéri tőlünk az Istennek a beszéde, hogy ha nem teszed meg, akkor dádá lesz. Nem azt kéri Istennek a jelenléte, és nem azt kéri Jézus Krisztus, hogy ha nem csinálsz meg valamit abból, amit én kérek tőled, akkor leveszem rólad a kezedet, és akkor harcolhatsz egyedül. Hanem azt kéri, hogy mi szánjuk magunkat oda. Istennek a jelenléte arra indít bennünket, arra inspirál minket, hogy minél inkább közeledjünk hozzá, hozunk áldozatokat, és kezdjük el formálni, változtatni a mi lényünket, a mi mentalitásunkat. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy ezt illik nekünk kifejezni. Illik Isten felé bemutatni a mi szívünk áldozatát, szívünk állapotát, illik Isten felé kimutatni azt, hogy mi mit érzünk iránta, hogy elköteleztük magunkat, hogy szeretjük őt, hogy akarunk neki engedelmeskedni, hogy akarunk vele közösséget gyakorolni. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy a vízkeresztség is, amikor odaszálljuk magunkat, ez is egy kifejezési forma. És illik, hogy kifejezzük ezzel is a mi életünkben azt, hogy eldöntöttük, hogy Jézus Krisztusé vagyunk, és követjük őt. Minden igazságot betölteni. Jézus nem volt egy válogató személyiségen megáldott ember, dicsőség az Úrnak. És ő elkötelezte magát, hogy folyamatosan azt fogja keresni, hogy amit kér tőle Isten, ő abban fog járni, és abban fog élni. Ha megnézitek az életét, ő soha nem arra nézett, hogy mi az, ami kényelmes, és mi az, ami nem kényelmes. Amikor nehéz volt neki, akkor megkérte az atyát, hogy nem-e lehetne, hogy mégis ne kell meginni ezt a keserű poharat. És amikor az atya mondta, nem, mert ezen az úton végig kell menni, akkor azt mondta, akkor nekem ezt illik megtenni. Nekem ezen az úton végig kell járni. És Jézus Krisztus azt kéri tőlünk, hogy fejezzük ki a mi életünkben az odaszállást, az engedelmességet, a vízkeresztségben is, hogy mi őt követjük, őt választjuk, és neki engedelmeskedünk. Fontos tudjuk azt, hogy amikor valaki vízkeresztséget vesz, akkor nem az fogja őt beemelni
az Isten népe közé. Amikor ti is vízkeresztséget vettetek, akkor nem attól lettetek élet gyülekezeti tagok, vagy nem attól lettetek keresztények, nem attól lettetek Krisztus testének tagjai, hogy egy adott napon vízesek lettetek egy medencébe, hanem azért keresztelkedtetek meg, mert az életetekben Isten már elkezdett egy folyamatot. És ennek adtátok jelét, bizonyságát, hogy ti hoztatok egy döntést Jézus Krisztus mellett, és vele éltek, és vele jártok. Nézzük meg néhány feltételt, ami a vízkeresztséghez kötődik. Apostolok cselekedetei 2:37-38, ezeket pedig, amikor hallották, szívükben megkeseredtek, és azt mondták Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak. Péter pedig azt mondta nekik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevében, a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Amikor hirdették az apostolok az evangéliumot, hirdették Jézus Krisztusnak a bizonyságtételét, akkor az emberek megértették, hogy valami olyan dolgot tettünk, ami nem volt kedves Isten előtt, és egy picit úgy megijedtek. Megkérdezték az apostolokat, hogy akkor mit cselekedjünk, hogy ebből a nagy problémából mi ki tudjunk jönni. És Péter azt mondja itt az apostol, Péter, hogy semmi különösebb nem kell emberek tenni. Nem kell féljetek, nem kell megijednetek, térjetek meg, és miután megtértetek, keresztelkedjetek meg. Egyértelműen látszik egy sorrend. Azt mondja az apostol, állíts helyre kapcsolatot Istennel, kérd bocsánatot, hívd az életedbe be az ő jelenlétét, az ő személyiségét, és utána keresztelkedjél meg. És ebben a folyamatban beleállsz, akkor az Isten áldása elkezd téged fölépíteni, az Isten kegyelme körülvesz téged, és fogja vezetni az életedet. Nagyon fontos, megtérünk, keresztelkedünk. Nem keresztelkedünk, és ti sem keresztelkedtetek előbb, és megtértetek, hanem először megtértetek, és majd megkeresztelkedtetek. Nagyon fontos, hogy legyen hit. Márk 15:16, és azt mondja nekik, elmenve azért széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Nagyon egyszerű. Feltétel, hinni kell. Ha hiszel, és megint következésképpen megkeresztelkedsz, akkor üdvösséget nyersz. Akkor Isten megtartja az életedet. És a hit elengedhetetlen, nem csak azért, hogy megkeresztelkedni tudjunk, hanem a hit kell a mindennapi életünkben. Mert Istennel csak hittel tudunk, hiten keresztül, hittel tudunk kommunikálni, csak hitben tudunk vele járni, amikor kér tőlünk valamit, ahhoz hit kell, hogy meg tudjuk tenni, meg tudjuk cselekedni. És azt kéri tőlünk Istennek a beszéde, hogy higgyünk. Tudom, hogy ti már megkeresztelkedtetek, és azért tettétek meg, mert megkérdeztem tőletek, hogy hisztek-e. És mindenki azt mondta, hogy igen, hiszek. Hiszek az atyában, hiszek a fiúban, és hiszek Istennek a szellemében. Úgyhogy nagyon fontos, hogy legyen bennünk hit. 1 Péter 3:21. Ami minket is megtart, most két más gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem a jó lelki ismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által. Péter arról beszél, hogy nagyon fontos, hogy egy jó lelki ismeretet kezdjünk el fölépíteni. És egy jó lelki ismerettel forduljunk folyamatosan Isten irányába. És a vízkeresztség nem arról szól, ahogy itt az apostol is megemlíti, hogy akkor megmosunk benneteket, hogy megtisztítunk benneteket. Tudjátok, engem valamikor a Tiszába merítettek be, lehet, hogy koszosabban jöttem ki, mint ahogy bementem. Nem tudom. De valóban a vízkeresztség nem arról szól, hogy valakit testileg megmossunk, testileg megfürösszünk, arra megvannak a megfelelő helyek, megvannak a megfelelő lehetőségek. Hanem azt kéri tőlünk Istennek a beszéde, hogy ha vízkeresztségben vagyunk benne, ha vízkeresztségre készülünk, vagy vízkeresztségen túlmentünk, akkor legyen bennünk egy olyan mentalitás, hogy kezdjük el keresni az Istentől való jó lelkiismeretet, hogy föl tudjunk épülni. Miben mutatkozik ez meg? Megváltoztatjuk a gondolkozásmódunkat. Megváltoztatjuk a mi különböző helyzetekben a reakcióinkat, a viselkedési formáinkat, kifejezéseinket, szívünknek az állapotát. És ezt jó lehet emberileg bizonyos paraméterekben tudjuk befolyásolni. De ha odaadjuk magunkat Isten kezébe, ha odaadjuk magunkat Isten jelenlétébe, akkor ezt ő fogja végezni. Mert mire merítkeztünk be? Az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében.
Máté 28:19-20, ezt az előbb már olvastuk, ezt az igét. Nagyon fontos, hogy benne legyünk a tanítványá válásban. Jézus azt kérte az apostoloktól, hogy hirdessék az evangéliumot, akik hoznak egy döntést, hogy ők követők akarnak lenni, tanítványok akarnak lenni, azokat merítsék be, és miután ezt megtették, ne hagyják abba a képzést, hanem folyamatosan foglalkozzanak velük, építsék őket, erősítsék őket, tanítsák mind arra, amit Jézus Krisztus kért, amit hirdetett, és nem csak mind ismeretet vigyenek át nekik, hanem gyakorlatban, hogy ezt meg tudják az emberek tartani. Ezt kéri tőlük Jézus az apostoloktól, és ezt kéri tőlünk is. Hogy kell, hogy benne legyen a szívünkben egy ilyen mentalitás, hogy mi akarunk olyan tanítványok lenni, akik átvisszük a hétköznapokba, átvisszük a mindennapjainkba azokat az igazságokat, amiket megértettünk, amiket Isten megtanít nekünk itt a gyülekezetben, házi csoporton, otthon, a saját személyes közösségünkben, és ezekben élünk, és ezekben járunk, és ebben a folyamatban benne maradunk, és tovább megyünk. Római levél 6. rész 1-től 7-ig a következőt írja le. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élhetnénk még abban, avagy nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk, Krisztus Jézusban az ő halálában keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk, mert az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy életünk, bizonyára feltámadása szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Pál apostol itt a római levél elején, vagy ennek a levélnek az elején foglalja erősen össze, hogy egy újszövetségi kereszténynek a vízkeresztségben mi minden történik az életében. És az első nagyon fontos dolog, hogy vízkeresztség nincs anélkül, hogy Isten kegyelmével ne találkoznánk. Mert ha Isten kegyelme nem érinti meg a szívünket, Isten kegyelme nem tud bennünket formálni, akkor valóban csak egy fürdés lesz, ha egyáltalán valaki fölvállalja azt, hogy megáll 5 ember, 10 ember, 500 ember vagy annyi ember előtt, és ő vállalja azt, hogy víz alá nyomják. Az első dolog, ami kell, hogy az életünkben szellemileg lejátszódjon és megtörténjen, hogy Isten kegyelme körülvegyen bennünket. És Isten kegyelmére kinek van szüksége? Minden olyan embernek, aki azt tudja mondani, hogy igen, én bűnös vagyok. Minden olyan embernek szüksége van Isten kegyelmére, aki valamiért távol van az ő jelenlététől. És miután mi ezt elismerjük, miután elismertétek, akkor el tudjátok mondani azt, hogy igen, Isten kegyelme körülvett benneteket, Isten kegyelme megérintette a szíveteket, Isten kegyelme hozott egy változást a gondolkozásmódotokban, a látásmódotokban, és az a kegyelem az, amely elkezd benneteket fölépíteni, megerősíteni, és Isten kegyelme az, amely tovább visz bennünket abba, hogy tudjunk majd a vízkeresztségben részesülni. Ami szintén nagyon fontos, és erről beszéltünk a vízkeresztség tanításnál, hogy kell, hogy a gondolkozás módunkba beengedjük azt, hogy Jézus Krisztussal együtt tesszük ezt. Hogy aki vízkeresztséget vesz, és vállalja azt a kifejezést, azt a hitének ezt a megmutatását, hogy igen, akkor vízkeresztséget veszek, akkor fontos tudnia, hogy ő ezt nem egyedül teszi, nem magában cselekszi, hanem Jézus Krisztussal. És arra bátorít bennünket itt Istennek a beszéde, hogy nekünk tudnunk kell azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, azért, hogy megerőtlenüljön a bűnnek a teste. Hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az felszabadult a bűn alól. És Jézus Krisztus valóban meghalt, ő valóban el lett temetve, és egy csodálatos módon föltámadt Istennek a kegyelmébe. Én még nem láttam olyat, és nem hallottam olyan vízkeresztséget, hogy valakit ott víz alatt maradt hosszú napokra, aztán mégis föltámad, de lehet, hogy lesznek majd ilyen idők. De nagyon fontos, hogy ennek ellenére, hogy ez egy nagyon rövid folyamat a vízkeresztség, egy néhány percben talán megtörténik. Mégis részesévé kell váljunk annak, hogy ezt Jézus Krisztussal tesszük. Az ő nevében, vele együtt, hozzá hasonlóan, és amit ő megtett, azt hitáltal, ha megragadjuk, azt át tudjuk hozni még az életünkbe, és ez fog bennünk majd változást hozni, ez fog minket
építeni, vezetni, hogy ő áll mellettünk, és ő az, aki betölti az életünket. Vízkeresztséggel kapcsolatban esetleg kérdésetek van-e? Akkor áttérünk a Szent Szellemben való keresztségre. Néhány igét soroltam föl, ahol Isten beszéde egyértelműen megemlíti vagy megmutatja a vízkeresztséget. Az Apcsán 11.16-ot fogom felolvasni. Megemlékezém pedig az Úrnak ama mondásáról, amint mondá, János ugyan vízzel keresztel, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkeresztelkedni. Jézus Krisztus ígérete ez. Jézus Krisztus bizonysága volt, hogy amikor el fog menni, és amiután el fogja küldeni az Istennek a Szellemét, akkor ő meg fogja keresztelni az ő népét, meg fogja keresztelni az övéit, meg fogja keresztelni az ő gyermekeit, és be fogja őket tölteni az ő jelenlétével. Nagyon egyszerűen lehet megfogalmazni, hogy mi a A Szent Szellem keresztség az, mint egy külső pecsét jelenik meg az embereknek az életében. Ez egy olyan dolog, amit emberként nem tudok befolyásolni, amit emberként én nem tudok kivívni, nem tudok ilyet olyan cselekedeteket bemutatni, amelyek engem alkalmassá tesznek arra, hogy én egy Szent Szellem keresztséget produkáljak. A Szent Szellem keresztség mindig felülről jön. Isten jelenléte az, amely betölt bennünket, Isten jelenléte az, amikor ilyenkor körülvesz bennünket, túlcsorduló módon, és ő az, aki jelzi azt, hogy mi benne vagyunk. És amikor valaki Szent Szellem keresztséget nyer, az azt mutatja, hogy igen, ő aktív része, ő szerves egységét képzi Jézus Krisztus testének. Jézus Krisztushoz tartozik, Jézus Krisztussal jár együtt, és Jézus Krisztusban mozdul, benne él. Itt ne arra gondoljatok, hogy akik Szent Szellem keresztséget nyernek, azok szuperhívők. Nem arról szól az ígéret, hogy aki csodákat tesz. Nem arról szól az ígéret, aki a vízen tud járni. Nem arról szól az ígéret, aki imádkozik, és az egy kiló kenyérből lesz 100 kiló. Vagy akkor ők majd Szent Szellem keresztséget vesznek. Nem Jézus Krisztus azt mondta, hogy mindenkinek, minden tanítványának, minden gyermekének, az Atya minden gyermekének elküldi az Istennek a Szellemét, aki a testhez kapcsolódott, aki Jézus Krisztusban él. És ha behívtátok az életetekbe Jézust, ha valaki megtért, elfogadta Isten helyreállító kegyelmét, ha elkezdett járni Jézus Krisztussal, azon az úton, amit ő rendelt, ha odaszánta a szívét, ha azokat a néhány lépést megtette, hogy megtért, megkeresztelkedett, hitt, megkeresztelkedett, akkor benne van abban a folyamatban, hogy Istentől várja, kérje, igényelje azt, hogy Isten Szellemét betöltse és megerősítse. Az Apcsál 1.8-ban a következőt olvassuk. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamáriában, és a Földnek minden végső határáig. Nagyon-nagyon velősen fogalmazzék meg az ige azt, hogy mi Isten célja azzal, hogy az ő népét betöltse az ő Szellemével, hogy mi Szent Szellem keresztséget nyerjünk, és a Szent Szellemben megerősödjünk. Mi ez a néhány cél? Azt mondja az Istennek a beszéde, hogy természet fölötti erőt fogtok venni. Isten fölruházza az ő népét olyan készséggel, ami nem tanult, amit nem szülőktől örököltünk, amit nem iskolában szereztünk meg, amit nem anyagi javakon tudtunk megváltani, hanem olyan készségekkel, olyan erővel tölt be bennünket Isten, amely tőle származik. Amire azt mondjuk, hogy természet fölötti. Istentől jön, Istentől árad ki. Miért akar minket fölruházni Isten ilyen erővel? Miért vágyik arra, hogy az ő népe meg legyen erősítve, el legyen pecsételve, egy olyan jelenléttel, egy olyan tartalommal, ami a hétköznapi életben talán nincsen benne, hogy ez a világot nem jellemzi. Nagyon egyszerűen fogalmazza meg az Istennek a beszéde, azt mondja, hogy tanúim tudjatok nékem lenni. Mindegy, hogy hol élünk, mindegy, hogy hol vagyunk,
Isten azért akar minket teletölteni az ő erejével, Isten azért akar teletölteni minket a Szent Szellemmel, hogy Jézus Krisztusról legyünk hiteles, valóságos bizonyságtevők. Amikor Isten Szelleme betölt bennünket, amikor Isten Szelleme be fog benneteket tölteni, nem csak az lesz az ő munkája, hogy onnantól kezdve kiálltok, és akkor evangelizáltok, és hirdetitek, és hirdetitek, és hirdetitek Jézus Krisztust, hanem az életetek minden területén elkezd majd egy nagyszerű munkát, elkezd majd egy helyreállást, megerősít benneteket, fölépít benneteket, vezetni fog benneteket, tanítani fog benneteket, de mégis az alapvető célja Istennek, hogy Szent Szellemmel betöltse az ő népét, azért, hogy egy mennyi erővel töltsön be bennünket, megerősítsen minket, felruházzon bennünket, azért, hogy be tudjunk lépni abba a szolgálatba, abba a munkába, amire elhívott bennünket, és ez nem más, mint a külső külvilág felé, Isten jelenlétének a megélése, Jézus Krisztusnak a bemutatása, és ez benne van a, talán egy tekintetben, benne van egy kézfogásban, benne van egy látogatásban, de benne van egy erőteljes határozott bizonyságtételben. János 3:8 azt írja, hogy a szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő, és nem tudod hová megy. Így van mindenki, aki szellemtől született. Isten szellemét, itt az Istennek a beszéde a szélhez hasonlítja. És tudjuk azt, hogy a szél kézen nem tudjuk megfogni. A szemünkkel nem látjuk, hogy a szél itt kezdődik, és itt van vége. Csak azt látjuk, hogy mit tesz a szél. Összefújja a leveleket, meghajtja a fákat, hajóknak a vitorlájába belefeszül, és akkor előre segíti a mozgásukat. És arra tanít bennünket az Istennek a beszéde, hogy a Szent Szellem munkája is látható az életben. Láthatóvá válik minden embernek az életében. Aki engedi, aki odaszállja magát. Nem látjuk, hogy hol van az Isten Szelleme. Én az én szemeimmel nem látom. De az érzékszerveimmel tapasztalom. A szememmel azt látom, hogy mit tesz. Azt látom nagyon sokszor, hogy egy embert hogyan épít föl. Hogyan erősít meg valakit. Azt látom, hogy engem hogyan segít meg bizonyos szituációban. Hogyan szól hozzám, hogyan vezet. És amit ő ígért, amit ő mondott, ha én megteszem, annak mi lesz az eredménye. Ez látható. Őt nem látom, de amit tesz, amit cselekszik, azt látom. És ha megnyitjuk az életünket, és ha ti is, ha megnyitjátok magatokat, és ha kéritek, akkor Isten elkezd nektek bizonyságot tenni arról, hogy hogyan cselekszik és hogyan munkálkodik az ő jelenléte. Néhány bizonyíték arra, amit az apostolok elfogadtak, és valósnak mondtak arra, ha valaki Szent Szellem keresztséget nyert. Hányan hallottátok már ezt a kifejezést, hogy nyelveken szól valaki? Nagyszerű. És ki az, aki már esetleg szól is nyelveken? Halleluja. Akkor itt nagyon sokan vannak, akik Szent Szellem keresztséget nyertek. Ezt mondtátok volna hamarabb, vagy kérdeztem volna hamarabb. Apostolok cselekedetei 2:2-4-ben ezt olvassuk. És lett nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ültek mindazikire azok közül. És megteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nekik szólniuk. Pünkösd, amikor ott a felházban együtt voltak, imádkoztak, először élték át az ígéretnek a beteljesedését, hogy eljön Istennek a Szelleme. Ebben a történetben vannak természetfölötti jelek, és vannak olyan jelek, amit emberként meg tudtak élni, meg tudtak tapasztalni. Az, hogy valakin kettős tüzes nyelvek jelennek meg, és nem égeti el, ez egy csoda. Isten jelenléte ilyen erősen, ilyen határozottan árad ki az ő népéről abban a felházban. Viszont mégis egy nagyon konkrét dolgot említenek meg az apostolok, mint jel, és ők nem azt emelték ki, hogy itt és itt tüzes nyelveket láttunk, hanem azt, hogy olyan nyelveken kezdtek el szólni az emberek, amiket Istennek a jelenléte, Isten Szelleme adott nekik. Ezek a nyelvek nem tanult nyelvek. Nem azt jelenti, hogy valaki nem tudott angolul, és akkor mindent perfektül beszél angolul.
Isten igéje azt tanítja nekünk a nyelveken szólásról, hogy ilyenkor Isten szelleme imádkozik rajtunk keresztül, olyan dolgokat, amiket mi sem értünk, esetleg érzékelhetünk, vagy gondolhatunk belőle valamit, de nem értjük. Ezt egyedül Isten szelleme érti, Jézus Krisztus érti, és az Atya érti. Még az ördögök sem értik. És azért adja ezt az ajándékot, a Szent Szellem, hogy ezzel építsen bennünket. Az apostol azt tanítja, hogy aki nyelveken szól, a saját magát építi. És ez egy nagyon-nagyon értékes, és egy áldott ajándék, ha valakinek megvan, használja. Minél többet használod, annál inkább fog téged erősíteni, építeni Isten szellemének jelenléte. A második dolog, amit látunk megint csak az apostolok cselekedeteiben, 10:44, hogy amikor még szólt a Péter az igéket, leszállt a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták vala a beszédeket, és elámélkodának a zsidóságban való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka, mert hallották vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Ebben a történetben nincsenek tűzes nyelvek. Ebben a történetben nincsen sebesen zúgó szél. Ami közös a két történetben, hogy azt mondják az apostolok, hitetlenek, pogányok, akik nem a zsidóságból jöttek, mégis azt az ajándékot kapták meg, abban az ajándékban mozdulnak, amit mi is átéltünk, amit mi is megtapasztaltunk. Mégpedig az, hogy nyelveken szólnak. És az apostolok miután ezt látták, miután ezt megtapasztalták, megnyugodtak, hogy akkor nem csak a zsidóké az ígéret, hanem valóban minden emberé. A pogányok is megkapták, és beteltek ezzel a drága ajándékkal. Érzelmi és fizikai reakciók. Szerintetek fontos-e az, hogy érzelmek legyenek felszabadulva egy embernek az életében? Én azt gondolom, hogy igen. Isten érzékkel, érzelmekkel áldott meg bennünket, és ez egy jó dolog, amikor tudunk hálásak lenni, amikor tudunk örülni, amikor az érzelmeinket ki tudjuk fejezni. Elég szomorú lenne a világ, hogyha mindenki ilyen kedvetlenül, állandóan ugyanabban az állapotban lenne, és nem tudná elmondani az örömét, a háláját egyikünk sem valakinek a számára. Isten úgy alkotott bennünket, hogy legyenek érzelmeink, és ezeket ki tudjuk fejezni. És az öröm benne van az Isten országában. Az örömnek benne kell lenni az Isten népének az életében. Viszont nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy amikor Szent Szellem keresztséggel találkozik valaki, amikor Isten megérint egy embert, annak vannak látható jelei. Történnek olyan események, amik kifejezik azt, és megépítenek egy hívőt abban, hogy igen, én Istennel találkoztam. De fontos tudni, hogy nem az minősíti majd a Szent Szellem keresztséget, nem az minősíti majd, hogy Isten szellemével beteltél vagy sem, hogy remektél, vagy nem remektél, hogy valaki a földre esett, vagy nem esett a földre, vagy mennyi örömet érzett, vagy mennyi örömet nem érzett. Együtt jár a kettő, de az apostolok soha nem arról beszéltek, hogy mi történt az illetővel, soha nem arról beszéltek, hogy mit érzett az illető, hanem arról beszéltek, hogy nyelveken szólt, és ez volt az a jel, ami megerősítette őket, hogy Isten szellemével az a személy betelt. Az, hogy jelentkezik az öröm, legyen érte áldott Istennek a neve. Az, hogy a testünkben érzünk valamit, legyen érte áldott Istennek a neve. De ha nem fog ilyen történni, ha nem fogsz érezni ebből semmit, akkor ne aggódjál. Attól még Isten szelleme betöltött téged. Amikor engem Isten megérintett, amikor én kimentem megtérni hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, akkor én nem éreztem olyan nagy ingerenciát, hogy nekem ott kellene lenni, de valahogy azt vettem észre, hogy ott vagyok. És amikor elkezdtek értem imádkozni, akkor én csak annyit éreztem, hogy nagyon szorítani kell a számot, mert hát olyan sírás kerülget. És akkor ennyi ember előtt kicsit kellemetlen az, ha sírok. Nem tudtam megállni. Elkezdtem hüppögni, aztán már annyit mondtak, hogy mint akik így rángattak, úgy remektem. Ennyit éreztem. És nem történt semmi különleges dolog. Jó volt az élmény, örültem, annak különösen örültem, hogy megtértem, hogy elért hozzám Isten örömhíre, hogy helyreálltam, levette az én bűneimet, találkoztam az ő kegyelmével, és elmentem haza, és értem a mindennapi dolgaimat. Eltelt egy hét, eltelt két hét, eltelt három hét,
És én nem tettem semmi különlegeset, csak imádkoztam, és egyszer csak olyan furcsán összeakadt a nyelvem. Mondom, mi történt? Imádkoztam tovább, megint összeakadt a nyelvem. Megkérdeztem valakit, figyelj, imádkozok, és akkor összeakad a nyelvem, az nem vesz valami baj. És mondták, hogy hadd akadjon, mert Isten szelleme betöltött téged, és ez a Szent Szellem keresztségnek a jele. Engedd, hogy kibontakozzon. Én ott nem éltem át különböző fizikális dolgokat. Nem estem a földre, ennyit tapasztaltam meg, hogy a nyelvem kicsit olyan furcsán kezdett el mozogni. És Isten megadta. Örömem volt, nagyon örültem, hogy utána Isten ezt az ajándékot engem betöltött. De nagyon fontos, hogy ne az érzékekre koncentráljátok, hanem arra, hogy Isten jelenléte szabadon tudjon áradni. És erre kell megnyíljunk. Nem külső dolgokat kell majd várjatok, nem külső dolgokat kell várni, hanem azt, hogy Isten be tudjon bennünket tölteni, és meg tudjon minket érinteni. Megnézzük néhány bibliai elvet, ami segíti és építi azt, hogy a Szent Szellem keresztség el tudjon indulni a mi életünkben. Máté 12.34-nek a második részében ezt olvassuk, mert a szívnek teljességéből szól a száj. Ahhoz, hogy Szent Szellem keresztségben tudjunk részesülni, hogy Szent Szellem keresztséggel teljetek be, elengedhetetlen a szívnek az állapota. Nagyon fontos, hogy mi van a szívedben. Nagyon fontos, hogy mivel töltöd meg a szívedet. Ha szomorú vagy, ha keserű vagy, ha folyamatosan egy negatív hozzáállásod van, hogy nekem biztos nem adja meg az Isten. Én biztos nem fogom ezt megkapni, akkor nagy esély van rá, hogy mivel ezt vetted, ezt fogod aratni. Ha szívedet megtöltöd Isten felé odaszánással, ha szívedet megtöltöd Isten felé hálával, a szívedet megtöltöd azokkal a tanításokkal, amik arra bátorítanak téged, hogy Isten megállt, szeret téged, és megadja neked azt az ajándékot, ami a Szent Szellemnek a jelenléte, akkor nem kell más tenni, csak ezt kell kimondanod. És ebből kell, imádkozzál, ebben kell, járjál, ebben kell, ezzel kell, éljél. Mert ez egy igei elv, hogy amivel a szívedet megtöltöd, ami a szívedből kijön, az fog munkálkodni. És ha a szívedet átadod és odaszánod magadat, arra, hogy a szívedet Isten meg tudja tölteni, a Szent Szellem birtokba tudja venni, akkor ebből a szívből ő fog kijönni. És ő fog majd kezdeni, ő kezdel majd rajtad keresztül beszélni. Jakab 3.8 azt mondja, hogy a nyelvet az emberek közül senki nem szelídítheti meg, féktelen, gonosz az, halálos méreggel teljes. A ti nyelvetek áldott nyelv. Isten birtokba vette, Istennek odaszántátok. És nagyon fontos dolog az, hogy kell, hogy a mi egész lényünket odaszálljuk és odaadjuk Istennek. Kell, hogy odaadjuk a cselekedeteinket. Kell, hogy odaadjuk a viselkedésünket. Kell, itt a nyelvet emeli ki Istennek a beszéd, hogy odaadjuk a mi nyelvünket, odaadjuk a mi szánkat. Ha vágyjuk azt, hogy Isten betöltsön bennünket az ő szellemére. Ha átadod magadat, és azt mondod, hogy talán most a testemnek nem könnyű, hogy én imádkozok. Talán az én testemnek nem könnyű, hogy az Isten jelenlétébe belépjek. De mégis odaszállod magadat. Isten nem marad el mellőled. Az ő ígérete meg fog nyilvánulni rajtad. Isten szelleme körülvesz, jönni fog, és be fog téged tölteni. 1 Korintus 6.19 azt mondja, hogy a testünk az egy templom. És ebbe a templomba ki akar lakozást venni? Isten szelleme. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szent Szellemnek a temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. A testeteket Istentől nyertétek. Isten szellemét Istentől nyertétek. És azt mondja Istennek a szellem, hogy én abban a testben, amely te vagy, én abban lakozni akarok. És ez egy nagyon erős ígéret. És hogyha ezt megragadjuk, ha megragadjátok, hogy Isten ezt ígérte, a Szent Szellemnek ez a vágya. A Szent Szellem ezt szeretné elérni, hogy a tested, mint templom legyen az életében. Egy templom legyen, egy templom legyél az ő kezében. És ő erre hív téged, erre szeretne veled kapcsolatba lépni. Hogy te egy erős, fölépített, megáldott templom legyél, amiben ő vesz lakozást. Egy templomban mi történik? Isten tiszteletet gyakorolnak az emberek. Ha te vagy a templom, Isten szelleme van benned, akkor ő fog benned Isten tiszteletet gyakorolni, aminek te egy erőteljes, hasznos élvezője leszel.
És ez egy nagyon jó dolog, amikor Isten szelleme épít fel bennünk Isten tiszteletet. Ez egy nagyon jó dolog, amikor ő valóban birtokba vesz bennünket, úgy, mint templomokat. És amikor úgy tudunk szólni, ahogy ő akarja. Úgy tudunk cselekedni, ahogy ő akarja. Úgy tudunk áldozatot bemutatni, ahogy ő szeretné a templomban. És ő a templomjára mindig gondot visel. Ha odaszálljuk magunkat a mi testünkben, odaadjuk magunkat, akkor ő mint templomokat kezd el bennünket körülvenni és felépíteni. Mit tanított Jézus Krisztus? Három dolgot említettem, vagy írtam föl. Lukács 11.13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, menjél inkább ad a ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik kérik tőle. Jönnek az ünnepek. Ki szokott ilyenkor ajándékot adni? Vannak néhányan. És ugyebár készülünk arra, én is, amikor a gyerekeimnek adom, az igények megvannak. De igyekszek a tőlem tehető módon, amit tudok, a legjobbat oda tenni. Van aztán, hogy örül neki, van aztán, hogy nem, de én megpróbáltam a legjobbat tenni. És azt mondja, azt tanítja Jézus Krisztus, ha mi földi emberekként, szülőnként, barátokként, testvérekként, gyerekekként, mert szoktam a gyerekeimtől is kapni ezt-azt. Tudunk arra törekedni, hogy jó dolgot adjunk, akkor mennyivel inkább ad nekünk Isten jó ajándékot. De azt mondja Jézus Krisztus, hogy ennek van egy apró pici feltétele. Mégpedig az, hogy ott van a végén az utolsó három szó. Akik kérik tőle. Szeretnétek szent szellemkerességet kapni, akinek még nincs? Akkor mit kell tegyünk? Kérni kell. És mi az ígéret? Hogy aki kér, az kap. És Jézus ezt mondta, hogy ha szellemet kértek, ha kéritek az én atyámat, akkor adni fogja. Mert én már hamarabb kértem, hogy adja nektek, mint hogy ti kértétek volna. Az volt az én tervem, és amikor elment Jézus a földre, akkor azt mondta a tanítványoknak, hogy én elmegyek, hogy el tudjam küldeni az Isten szellemét, hogy eljön a Szent Szellem, mert jobb, hogyha ő van itt, mint én maradok itt tovább. Mert ő veletek lesz, és fogunk erről is majd néhány szóban beszélni. János 7.38. Aki hisz én bennem, amint az írás mondja, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ki fog Szent Szellemmel teljes lenni? Ki fogja megnyerni és megkapni ezt az ajándékot? Azt mondja Jézus, aki hisz én bennem. Hisztek Jézusban? Halleluja! Következő dolog, amiben benne vagytok. Jézus ennyit kér. Higgy! Hidd el, hogy én odaadom neked. Nincs még meg? Nem baj. Ne arra nézz, hogy talán még eddig nincs meg. Ne arra nézz, hogy megvan esetleg, de nem úgy épültem benne. Ne arra nézz, hogy talán nem nyertem meg, vagy elhagytam. Ismerek olyan embert, aki azt gondolta, hogy elhagyta, aztán rájött, hogy mégse hagyta el Isten szellemének az ajándékát. Hanem arra nézz, hogy te hiszel. És ha te hittel állsz meg Isten előtt, ha hittel állsz meg Jézus Krisztus előtt, ha hitben cselekszel, hitben jársz és hitben kérsz, ő oda fogja neked adni az ő szellemének a munkáját. János 14, 15-17. Ha engem szerettek és az én parancsolataimat megtartjátok, és én kérem az atyát és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogad, be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Jézus azt mondja, hogy akik tanítványként gondolkoznak, akik tanítványként járnak, nekik oda fogja adni. És ebben az ígéretben benne van az, hogy személyesen neked adja. Ez egy jó dolog. És úgy vagy itt, hogy Isten neked oda akar adni személyesen az ő szellemének a jelenlétét. Hogy az a tied legyen. Hogy vele neked is legyen kapcsolatod. Nem csak a gyülekezet felének. Vagy nem csak egyik héten a tiéd, a másik héten meg át kell adni, mint régen volt Romániában, hogy egyes rendszám, meg kettes rendszám. És közlekedünk, vagy nem közlekedünk. Személyesen a tiéd. Nem kell róla lemondani. Nem kell elengedned. Személyesen neked készítette. Azt mondja itt Istennek a beszéde, hogy nem melletted akar lenni. Nem csak úgy körülötted akar szaladgálni, hanem ő benned akar időt tölteni. Ő beléd akar költözni. Isten szelleme be akarja tölteni a te lényedet. Betölteni a szívedet,
betölteni az érzelmeidet, betölteni a gondolataidat, betölteni a lényedet, ahogy az előbb beszéltük, mint egy templomot akar téged használni. Akar hozzád szólni, akar téged tanítani, akar téged vezetni. És ez az kell, hogy kérjük őt. Uram, jöjj és töltsd be engem azzal a megígért áldással, azzal a megígért ajándékkal, amit te ígértél a te népednek, a te szellemednek a jelenlétével. És azt mondja Istennek a beszéde, hogy nem egy hónapra jön, mert benned akar maradni. És meddig akar benned maradni? Ameddig itt vagyunk a Földön. Ameddig itt élünk, addig ő benned lesz. Addig ő segíteni, addig ő támogatni akar téged. Minden területén az életnek. Függetlenül attól, hogy mikor kezdted el a hívő karrieredet. Függetlenül attól, hogy hány éves vagy. Függetlenül attól, hogy férfi vagy, vagy hölgy. Ő benned akar maradni. Minden napon. Minden időben. Mi mennyire érezzük is, mennyire tapasztaljuk ezt, meg ez mindig rajtunk múlik. Ha mi teret adunk neki, ha mi a templomot felszabadítjuk, ha odaszálljuk, odaadjuk magunkat, akkor ő cselekszik, akkor ő munkálkodik. Erről beszéltem. Menjünk tovább. Néhány dolog, ami segít bennünket abban, hogy Szent Szellemet tudjunk venni, hogy a Szent Szellem jelenlétét át tudjuk élni. Róma 11.6. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna többé kegyelem, hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Ellentétbe helyezi itt Istennek a beszéde a kegyelmet és a cselekedetet. És a Szent Szellemnek az ajándéka, ez egy tipikusan olyan áldás, egy olyan ajándék, ami kegyelemből van hitáltal. Nem tudunk olyan dolgot tenni, nem tudunk olyan iskolába menni, nem tudunk olyan munkát végezni, amivel azt tudnánk mondani, hogy na ez engem alkalmassá tett arra, hogy Isten szellemét befogadjam az életembe. Mert erre Isten kegyelmére van szükség. Ő könyörült rajtunk, megkegyelmezett bennünket, és ajándékba adja. Nem cselekedni kell érte. Vannak dolgok, amiket véghez viszünk, megtérünk, hiszünk benne, de ez is mind a kegyelmének az áldása, a kegyelemnek az ajándék, ami számunkra. Úgyhogy ahhoz, hogy Isten szellemét el tud venni, el tud fogadni, fontos, hogy tisztában legyél azzal, hogy kegyelemből fogod kapni. Azért, mert Isten szeret téged, azért, mert ő kiválasztott, azért, mert elhívott téged az ő gyermekének, azért, mert akarja, hogy az életed, a tested az ő kezében legyen, mint egy erős templom, és benne élj és benne járj. Korábban már beszéltük, hogy legyen megtérés és legyen keresztség. Hogy az életünkben elinduljon az a isteni terv, amit ő készített. Hogy az a folyamat valahol elkezdődjön, és az a folyamat tovább folyjon. Isten, amikor elkezdett bennünket keresni, akkor nem biztos, hogy az első bizonyságot olyan széles mosolyal fogadtuk. Lehet, hogy először elküldtük azt az illetőt, aki bizonyságot tett nekünk Jézus szeretetéről, hogy akkor vagy te mész ki, vagy én megyek ki. Lehet, hogy az első szó már elég volt arra, hogy Isten kegyelme átformálja a szívedet, és be tud fogadni. És ahhoz, hogy Isten szellemének a munkájába belelép, ez is egy nagyon fontos állomás. Hogy átéld Isten kegyelmét, részesülj a megtérésben, részesülj a keresztségben. János 7.37-38-ban azt olvassuk, az ünnep utolsó napján pedig felállt Jézus és azt kiáltotta, mondván, ha valaki szomjúkozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondja, élővíznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Azt írtam ide, hogy legyél szomjas. Ha Isten szellemére vágysz, akkor nem azt jelenti, hogy megeszek egy zacskó sós mogyorót, hogy jó, szomjas legyek. Amikor szomjas vagy, akkor igényed van valamire. Lehet, hogy pont egy zacsi magyaró után szükséged van arra, hogy a sónak a hatását közömbösíts a szervezetedben. Vágysz arra, hogy felfrissülj. Vágysz arra, hogy egy nyári meleg napon felidülj azáltal, hogy iszol. Ugyanezt kell kifejezzük. Hogy Uram, én vágyok arra. Én szomjas vagyok arra, hogy a te jelenléted engem átjárjon. Nem elég azt tudni, hogy Istennek van ígérete.
Nem elég az a tisztában lenne, hogy Isten nekem adni akarja, ha én nem vágyok rá, ha én nem kérem, ha én nem fejezem ki, ha én nem jelzem ezt az én atyám felé, akkor nem biztos, hogy oda fogja adni. Mert azt mondja, hogy hát nem kéri, nincs rá szüksége. Ha adsz valakinek egy bizonyos ajándékot, és az elsőt rögtön így bedobja a sarokba, jó, hát lehet nem tetszett, de ha a másodikkal is ezt csinálja, akkor a harmadikat nem biztos, hogy odaadod. Ha azt látod, hogy amivel ajándékot odaadtál neki, annak örült, és akkor még kér is, hogy nincs még egy belőle, nem tudnál még egyszer segíteni, akkor neked is a szíved felindul, és segítesz, és cselekszel. Nekünk is ezt kell tegyük. Ki kell fejezzük Isten felé azt, hogy Uram, én vágyok arra, hogy Te megérints engem. Én vágyok arra, hogy a szellemeddel találkozzak, hogy a szellemeddel közösséget gyakoroljak. A kérésről már volt szó, Lukás 11.13-ban egy másik ige, de ez is azt fejezi ki, hogy kérjük. Kérni kell ami az Atyától, kérni kell Jézus Krisztusról, és kérni kell a Szent Szellemet, hogy jöjjön, és érintsen meg bennünket. János 7.37. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Ne hozzám gyertek, hanem menjetek az Isten jelenlétéhez, menjetek Jézus Krisztushoz. És ne értsétek félre, mert az, hogy inni kell, ez nem azt jelenti, hogy kaptok majd egy pohár Szent Szellemet, 2 decit, fél litert, attól függ, hogy mekkora vagy, és azt meg kell inni. Azt, hogy inni kell, ez egy cselekedetet jelent. Ha szomjas vagy, és vágysz arra, hogy vizet igyál, akkor odamész, kinyitod a csapot, aláteszed a poharat, megtöltöd a poharadat, szádhoz emeled, és iszol, kinyitod a szádat, használod a különböző szerveket itt a torokban, a garatban, és lenyeled a vizet. És ezt kéri tőlünk Isten, hogy amit van, azt szánd oda, és legyél aktív abban, hogy fogadod Isten szellemének a jelenlétét. Hogyan tudsz aktív lenni? Szaladgálni kell a gyüli körül? Nem biztos. Zsoltárokban azt olvassuk, hogy nyisd ki a szádat, és én betöltöm azt. Ha te kinyitod a szádat, és Isten felé nyitott szájjal vagy, nem tátom, hanem kommunikálsz Istennel, imádkozol Istenhez, hálát adsz Istennek, és benne vagy abban, hogy kéred az Isten szellemét, vágyad az Isten szellemét, akkor Isten szelleme jönni fog. De kell, hogy aktív legyél, hogy imádkozzál, hogy dicsérd Istent, és akkor egyszer meg fogod tapasztalni, igen, betöltött Istennek a szelleme, és ő ki akar rajtad keresztül jönni. És ő nem a füleden fog kifolyni, ő nem a szemeden fog kinézni, hanem a szádat akarja használni, és szólni akar belőled kifelé. És fogsz szólni nyelveken, fogsz majd esetleg profétálni, a Szent Szellemnek nagyon sok ajándéka van, ami meg fog rajtad keresztül nyilvánulni. És az utolsó ige vers, a Róma 6.13, és ne szánjátok oda ti tagjaitok a hamiságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik halálból az életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Add oda magadat egyszerűen az ő jelenlétének. Nem tudom megmondani, hogy melyik napon, melyik órában fog megtörténni. De ha oda szánod magadat, ha odaadod magadat, akkor Isten nem marad el mellőled. És ne jegyetek meg, mert nem arról szól a történet, hogy van itt 5 pont, van itt 6 pont, és akkor 4 megvan, az 5. benne vagyok, hú, mit fogok csinálni a 6. Mert lehet, hogy már az elsőnek a végén át fogod élni az Isten szellemének a jelenlétét. Lehet, hogy elmész a 6., és akkor fogod átélni ezt, Isten kegyelemből adja. De ha a szíved nyitott, ha kéred, ha vágyódsz rá, és ezt kifejezed Isten felé, Jézus felé, ő nem fog elmaradni tőled, és adni fogja az ő szellemének a jelenlétét. Elment az időnk, én ennyit tudtam most elmondani. Nagyon sok mindent lehetne még erről beszélni. Remélem, hogy nem volt nagyon sok, és tudtatok olyan információt kivenni, amit lehet majd használni, és megerősít benneteket. Én megköszönöm a figyelmeteket, és további áldást kívánok itt a délelőtt folyamán, és jó alkalmat. Isten áldjon benneteket!